A Hermannstadt csapatát fogadja szombaton a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a labdarúgó Szuperliga 27. fordulójában. A szentgyörgyieknek nagy szükségük van a győzelemre, mivel idén még nem nyertek mérkőzést, ha csak nem számítjuk a Fecseu Craiova elleni zöld asztalnál elkönyvelt sikert. A Hermannstadt csapata ellen lép pályára hazai környezetben szombaton 14:30 a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a labdarúgó Szuperliga 27. fordulójában. A piros-fehérek számára jelentős lenne megszerezni a győzelmet az idei zsinórban 3 döntetlen után. Cristiano Bergodi vezetőedző azonban optimista. Bár az utóbbi időben akadtak problémák a csapat teljesítményével, összességében jól teljesítenek és felkészültek a szombati mérkőzésre, az ellen a Hermannstadt ellen, amelytől tartozásai miatt 9 pontot levontak. Ez a találkozó egy nehéz mérkőzés lesz, mivel egy olyan csapattal találkozunk, amely ha 9 pontjuk lenne, akkor ott lenne az utolsó rájátszást érő helyért folytatott küzdelemben. A csapat jó szezont futott, különösen a szezon első részében. A játékosok jók, technikásak és gyorsak, akár csak az edző. Mit is mondhatnék, nehéz meccs lesz, remélem a srácok úgy mennek majd ki a pályára, hogy tudják, mennyire fontos meccs áll előttük. Az OSK komoly hajrára számíthat a szombati mérkőzés után is, mivel a Hermannstadt után az első 3 csapattal találkozik. Az Illovas Farulhoz látogat, majd a kolozsvári CFR-t fogadja, végül pedig a Fecsőszévi otthonában zárja az alapszakaszt. A keretet pedig több sérülés is sújtja. Szombaton nem játszhat Varga, Nicuj, Rodriguez és Stefanescu sem.